Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió híradója, Király Noémi vagyok. December 26-a van István névnapja, ma karácsony másnapja van. Műsorunk elején érkezzenek a nap kiemelt hírei, először csak címszavakban. 2028-ra készülhet el a Vajdaság mosolya, az út összeköti keletet és nyugatot. Karácsony másnapját ünnepeljük, a kereszténység ezen a napon Szent István diakónusról, a kereszténység első vértanújáról emlékezik meg. Továbbra sem ajánlott a Szabadka környéki erdőkbe kirándulni, fegyvereket és lőszereket rejt az erdő mélye. Folytatódik a tüntetés sorozat Belgrádban. Az ellenzék egy része választási csalást kiált. A szerb elnök szerint a tiltakozóknak nincs joguk a romboláshoz. Száz kilométer per órás sebességgel lehet majd közlekedni a Béreg és Szerb Csernye között épülő új úton, hangzott el a munkálatok helyszínén. A 185,5 kilométer hosszú gyorsforgalmi út teljes egészében várhatóan 2028-ra készülhet el. A projekt összértéke eléri a 2 milliárd eurót. Az infrastrukturális fejlesztéstől az illetékesek egyebek mellett azt várják, hogy újabb komoly befektetők érkeznek majd az országba, ezen belül Vajdaságba. Gőzerűvel zajlanak a Vajdaság mosolya, azaz a Smiley névre keresztelt útvonal munkálatai Béregnél Nyugatbácskában, amely Vajdaságot keresztül szelve egészen Szerbcsernyéig húzódik majd. A 185,5 kilométer hosszú útszakasz tehát egyfajta mosolyként halad majd át a tartományon, kelet-nyugat irányban, és Béregnél Magyarországgal, Szerbcsernyénél pedig Romániával köti össze az országot. Az útszakasz kiépítésének költségei várhatóan mintegy 2 milliárd eurót emésztenek fel. A munkálatokat Alexander Vucic is megtekintette, aki szerbül és kínaiul is köszöntötte a kivitelező cég dolgozóit, ugyanis a vasút és egyéb úthálózat fejlesztésekhez hasonlóan ezt a projektet is a kínai féllel együttműködve végzik majd el. Az elnök az előzetes várakozásokkal ellentétben ezúttal nem mondott beszédet, az újságírók és a kamerák keresztüzében azonban elárulta, hogy az országban további komoly úthálózat fejlesztésekre lesz szükség ahhoz, hogy még több befektető érkezzen Szerbiába. Ennek köszönhetően pedig az átlagbér hamarosan elérheti az 1000 eurót. Koje pokušavamo da rešimo, ali nam je potrebno u Srbiji 10.000 km lokalnih i regionalnih puteva, što da izgradimo, što da u potpunosti rekonstruišemo, da bismo mogli time se pohvaliti. A szerb elnök a Béregi és a horgosi határátkelők kibővítéséről is beszélt. Mint mondta, ezzel kapcsolatban hamarosan személyesen egyeztet majd Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel. A horgosi lesz Európa legnagyobb határátkelője, ennek bővítésére a két ország mintegy 200 millió eurót fordít majd. Vucic gazdasági és politikai témákra is kitért. Véleménye szerint ahhoz, hogy Szerbia és Európa fejlődni tudjon, ahhoz a háborúknak véget kell érniük. Pozitívunként emelte ki az infláció csökkenését, ami mostanra 7,5%-os az országban. A pénzromlás pedig várhatóan tovább enyhül, jövőre 3%-kal számolnak a szakemberek. Rendes árvízvédelmi készültség van érvényben a Dunán Újvidéknél. A készültséget Kamenica, Pétervárad és Karlóca területén vezették be. Újvidéknél a vízállás hétfőn 493 cm volt, most valamelyest apadt, de péntekre a vízállás várhatóan meghaladja majd az 500 cm-t. A következő napokban a Dunán haladó árhullám eléri Szerbiát, így Bezdánnál, Apatinnál is meghaladja majd a vízszintje a rendes árvízvédelmi értékhatárt. A Tiszán csak Titelnél haladja meg a vízállás a rendes árvízvédelmi értéket. Itt a vízmagassága 532 cm. December 26-a karácsony másnapja, István névnapja van. A kereszténység ezen a napon Szent István diakónusról, a kereszténység első vértanújáról emlékezik meg. December 26-án nem Szent István királyt ünnepeljük, hanem névadó szentjét, István diakónust. Ő volt az egyház első vértanúja, akit úgy köveztek meg. Diakónus volt, az apostolok segítsége, a szegények gondviselője. Szent Lukács ír róla bővebben az apostolok cselekedeteiben, habár nem a vértanúságának fontosságát hangsúlyozza, hanem azt, amit ez magával hozott. A fiatal egyház Jeruzsálemből szétszóródik Judeába és Szamariába, majd a pogányok közé is, és terjedni kezd az evangélium.
A győzelem jelével pálmaággal szokták ábrázolni. A templomok ilyenkor pirosba borulnak. A piros az az ünnepi színek közé tartozik az egyházban, a fehér mellett. A piros színt akkor használunk, amikor valamilyen vértanút ünneplünk, vagy vértanúról emlékezünk meg, és pünkőstkor a Szentlélek eljövetele napján is piros színt használunk, hiszen a Szentlélek tüzes nyelvek alakjában jött el az apostolokra. A magyar népszokások szerint a férfiak ilyenkor felköszöntik a falu istvánjait, de már lehet köszönteni a Jánosokat is. Szent István vértanú napja van ma, holnap pedig János nap lesz. A mai szokások leginkább ehhez a két névnaphoz kötődnek. Hagyományőrző területeken ezt a napot úgy ünneplik, hogy az Istvánokat és a Jánosokat mennek köszönteni. Tegnap már déltől lehetett az Istvánokat köszönteni, ma déltől pedig a Jánosokat. És a holnapi nap, ami már a János nap lesz, az pedig a bolygónap ebben az időszakban. Ilyenkor a családok elmennek egymáshoz karácsonyt vagy ünnepeket köszönteni. Leginkább egy-egy bort visznek a Jánosnak vagy az Istvánnak, és aztán ott egy kicsit beszélgetnek. A jeruzsálemi kapu, ahol utolsó útjára indult, a mai napig is az István kapu nevet viseli. Szent Istvánt a hívők Krisztus után 36-ban a szegények istápolására az apostolok segédévé választották. Környezeti hatásai szempontjából az évvégi ünnepi időszak valóságos rémálom, ami az év egyéb időszakainál is élesebben mutat rá a jelenlegi fogyasztói kultúra és a fenntarthatósági törekvések ellentmondására. Miközben baljós hírek érkeznek a bolygónkat katasztrófával fenyegető környezeti és klímaválságról, a vásárlást ösztönző évvégi akciók, reklámok és a bevásárlóközpontok forgalma azt sugallja, nincs itt semmi baj. Pedig van. Az ünnepi időszak fokozott fogyasztásának súlyos környezeti hatásai miatt vannak, akik az ünnepi szezont a világ legnagyobb éves környezeti katasztrófájának tartják. Akadnak olyanok is, akik még erősebben fogalmazva azt mondják, a karácsony megöli a bolygót. Továbbra sem ajánlott a Szabadka környéki erdőkbe kirándulni, legalábbis ezt mondják a Vajdaság erdői közvállalat illetékesei. Habár az elmúlt csaknem két hónap alatt a rendőrség különleges alakulatai begyűjtötték és elszállították a migránsokat, helyenként még lehetnek kisebb csoportok, ezért mindenki csak a saját felelősségére menjen be az erdőbe, tették hozzá. A Vajdaság erdői közvállalat hatáskörébe Szabadka környékén a szerb-magyar határövezetben Tavankúttól egészen Horgosig mintegy 5,5 ezer hektárnyi erdős terület tartozik. Az illetékesek szerint ez egy akkora kiterjedt terület, hogy lehetetlenség rendszeresen ellenőrzés alatt tartani, így egyáltalán nem kizárt, hogy az erdős részekben továbbra is vannak kisebb-nagyobb elrejtőzött migráns csoportok. Egyelőre nem tudni, hány migráns maradhatott a Szabadka környéki erdőkben, de a Vajdaság erdői közvállalat illetékesei szerint továbbra sem ajánlott a lakosság részére az erdei kirándulás. Előtte is úgy volt, hogy egyes részeken tömegesen jelentkeztek, más részeken, úgyhogy szerintem addig még nem kapunk egy fehér fegetén, egy papíron egy értesítés, hogy biztonságos, addig mindenki csak a saját felelősségére tartózkodhat szerintem az erdőben. A szabadkai részlegvezető hozzátette, hogy az erdészek is csak a saját felelősségükre járják az erdőt, mert a helyi rendőrségnek nincs kapacitása, hogy munkájuk során biztosítsák őket. Korábban több esetben is incidensre került sor az erdészek és a migránsok között. Volt több kellemetlen puszkaráfogás az emberekre, megfélemlítés ilyen. A Palicsi Pozseli Zselyú Egyesület rendszeresen szervez erdei túrákat a Szabadka környéki erdőkben. Ezt a legnagyobb migránsválság idején is megtették. Egy-egy nagyobb nemzetközi túra alkalmával kötelezően be kell jelenteniük a sétát az illetékes szerveknél, vagyis a rendőrségen. Mi nás aktivnosti gotov nismo ni prekidali svih ovih meseci, odnosno već godina sad jel unazad. Jednostavno smo ih prilagođavali datoj situaciji. Znači izbjegavali smo one delove šume gdje se kreću migranti. Kako vidite da li se kreću migranti? Jednostavno vidite koliko smeća ima na
progonima. Znači, ako uđete u progon broj 69, vidite da je to migrantska ruta, imate puno limenki, health, onih energetskih pića, imate puno papira, imate puno najlonskih kesa od kupljene robe, znači koja se kupuje, i izbegavamo znači te predele. Nem sok migráns van most a Szabadka környéki erdőkben, de vannak kisebb csoportok, állítja egy neve elhallgatását kérő, a rendőrséghez közel álló forrásunk. Éjszaka mindenféleképp jönnek 5-től 30-40 fős csoportok. Megint kezdenek visszaszivárogni, főleg az elmúlt nap eredményei az, tehát folyamatosan a csendőrség gyűjtötte őket be éjszakánként. Most kik hozzák őket ide? Civil járművek, tehát mindenféleképp kihangsúlyozom azt, hogy civil járművek, nem taxisok, nem szervezett fuvarozók, de civilek, tehát civil emberek, civil járművekkel. Nem hivatalos információk szerint Szabadkán és környékén a szerbiai rendőrség különleges alakulatainak nagyjából 60-70 fős csoportja állomásozik. Főhadiszállásuk továbbra is a magyar határkerítéshez közeli palicsi Tőzektó mellett van. Fegyver és robbanó anyag előállítása, birtoklása és kereskedelmének gyanúja miatt tartóztattak le egy afgán állampolgárt. MN, akit egyebek mellett azzal is gyanúsítanak, hogy tagja volt az illegális bevándorlók csempészésével foglalkozó bűnözői csoportoknak, olvasható a szerb belügyminisztérium szerkesztőségünkhöz eljuttatott levelében. A szerb belügyminisztérium munkatársai az afgán MN-nél több fegyvert is találtak, amit a szabadkai erdőkben rejtett el. Többek között mesterlövész puskát, két automata fegyvert és 568 darab lőszert koboztak el tőle. A gyanúsítottat 48 órás őrizetbe vették, ezt követően a legfelsőbb ügyészség jár el az ügyben. A köztársasági választási bizottság épülete előtt tüntettek a Szerbia az erőszak ellen koalíció tagjai és szimpatizánsai hétfő este. A választások megismétlését követelő tömeg nagy részét egyetemisták alkották. A tüntetők blokád alá vonták a Milán Király utcát, majd később a belgrádi rendőrség épülete elé vonultak. Így kezdte a hangos bemondóba mondott beszédét Miroslav Aleksić a köztársasági választási bizottság épülete előtt hétfő este. A Szerbia az erőszak ellen nevű koalíció tagjai és szimpatizánsai 8. alkalommal vonultak utcára a választások óta. A tömeg azt követelte, hogy semmisítsék meg a december 17-én megtartott többszintű választások eredményét, szerintük ugyanis elcsalták a választásokat. Ste ponos Srbije, vi ste budućnost Srbije i vi ste ti koji treba da birate u kakvoj ćete zemlji živjeti i hvala vam na svemu što radite ovih dana. A tüntetők blokád alá vonták a Milán Király utcát, majd később a belgrádi rendőrség épülete elé vonultak. Imamo jednu misiju i daju nam snagu ljudi koji su ovde svaku večer. Pre svega studenti i ljudi koji podržavaju zahtev da se vrati ono što je pokradeno. Aleksandar Vučić je pokrao izbore. A tüntetők a rendőrség épülete előtt arra kérték az illetékeseket, hogy engedjék szabadon azokat a személyeket, akiket vasárnap este tartóztattak le, mivel erőszakkal próbáltak behatolni a városi képviselőtestület épületébe. Nem vesz részt a Szerbia az erőszak ellen elnevezésű ellenzéki csoportosulása a december 30-ára bejelentett, csak néhány szavazó helyet érintő voksoláson. Közleményükben úgy fogalmaztak, ezzel nem teheti a hatalom semmisé a szerintük elcsalt december 17-i választások igazságtalan eredményeit. Számukra csak a választási eredmények minden szintű megsemmisítése elfogadható. A Szerbia az erőszak ellen kiemeli, polgárok, közéleti személyiségek, megfigyelő szervezetek és ellenzéki politikusok követelik a választói névjegyzék felülvizsgálatát, a kiegyenlített média szereplést és a választókra gyakorolt nyomás és zsarolás beszüntetését. Szerbia biztonsági helyzete stabil, így reagált a fővárosban zajló tüntetésekre Ivica Dačić, a biztonsági szolgálatokat koordináló testületének elnöke. Aleksandar Vučić, Szerbia elnöke kiemelte, a tiltakozók nincsenek feljogosítva a rombolásra és a fizikai bántalmazásra.
Senki sem törölheti el a demokráciát Szerbiában, hiába próbálkoznak a tüntetők, nem engedünk nekik. Ezt reagálta Alekszandar Vučić a napok óta tartó belgrádi tüntetésekre. A szerb elnök úgy fogalmazott, a tiltakozóknak nincs joguk a romboláshoz, és még kevésbé van joguk ahhoz, hogy rendőröket bántalmazzanak. Ivica Dačić, a biztonsági szolgálatokat koordináló testület elnöke ennek kapcsán kiemelte, az országban stabil a biztonsági helyzet, az ellenzéki tüntetők által közölt számos hazugság azonban sokkolja. Minden szinten elítélik az erőszakot, fogalmazott. A biztonsági szituáció stabil, a kormány nem engedi ustavnog poretka, država će obezbediti red, država poziva na mir, uzdržanost i na rešavanje svih problema kroz institucije. Ana Bernabić az X közösségi oldalon tette közé meglátásait a tüntetésekkel kapcsolatban. A miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy a Szerbia az erőszak ellen nevű ellenzéki koalíció tagjai a tüntetéseken azt hangoztatják, hogy joguk van dühösnek lenni. Amikor azonban látták, hogy az állam nem engedi a rombolást, akkor azt mondták, hogy a rendbontók a hatalom beépített emberei voltak. Az ellenzék emberei most ezeknek az állítólagos beépített embereknek a szabadon engedését követelik. Ebből is látszik, hogy ellentmondásos az egész, fogalmazott a politikus. Közben Moszkva is megszólalt a belgrádi eseményekkel kapcsolatban. A Kreml a nyugatot vádolja a szerbiai tüntetések szításával. Az orosz vezetés szerint a nyugat zavargásokat próbál szítani Szerbiában. Dimitri Peszkov, a Kreml szóvivője úgy fogalmazott, hogy harmadik erők állnak a szerbiai tüntetések mögött. Christopher Hill, belgrádi amerikai nagykövet szerint a választási folyamattal kapcsolatos panaszokat legális, békés és erőszakmentes eszközökkel kell átadni az illetékeseknek. A diplomata kiemelte, az állami intézmények elleni erőszak és a vandalizmus nem összeegyeztethető a demokratikus társadalommal. Január 1-től a koszovói rendszámú autók is beléphetnek Szerbiába. Erről döntött ülésén a belgrádi kormány. A határozat értelmében a pristinai ideiglenes hatóságok által regisztrált gépjárművek is megjelenhetnek a szerbiai utakon, azaz az RKS felségjelzésű autók. Petar Petković, a kabinet koszovó irodájának vezetője szerint a döntés nem értelmezhető úgy, mint Pristina függetlenségének elismerése. Belgrádot csak a gyakorlati szempontok vezérelték. A cél az volt, hogy megkönnyítsék az emberek mozgását a régióban. Ez pozitív lépés a normalizáció felé vezető úton, valamint a korábbi kötelezettségek végrehajtása érdekében. Így reagált a hírre az Európai Unió szóvivője. Péter Szánó szerint ez a döntés megnyitja az utat a matrica rendszer teljes eltörléséhez. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az EU most Pristinától várja, hogy hasonló módon reagáljon. Nézzük, milyen témák lesznek még a híradó folytatásában. Ukrajnai háború. Hatalmas robbanás rázta meg a Krím-félszigeten található Feodoszia kikötőjét. Napos és átlag feletti hőmérsékleti értékekre kell számítani az elkövetkező napokban. A szerbiai villanygazdaságnak a hacker támadás miatt továbbra sem áll módjában egyes novemberi számlák kipostázása, ezért arra kéri a felhasználóit, hogy fizessék be azt az összeget, amekkora az októberi számlájukon volt, ugyanis ha december 30-ig ezt megteszik, így módon jogosultak lesznek az 5%-os kedvezményre is, amely a rendszeres számla kifizetésért jár. Dusan Zsivković, az EPS igazgatója, a szerbiai RTV-nek nyilatkozva elmondta, hogy a rendszerük most egy biztonsági folyamaton kell, hogy átessen, hogy a villanygazdaság minél fájdalommentesebben jöjjön ki ebből a helyzetből. Idén folytatódott a szabadkai gázművek közvállalat hálózatbővítési programja. A tervek szerint kiépült vagy befejeződött a gázvezeték telepítése több helyi közösségben. Ugyancsak fontos, hogy a fogyasztók a rákapcsolódás költségeit akár részletekben is fizethetik. Radulovics Horvát Tíme, a szabadkai gázművek igazgatója, a Szabadkai Magyar Rádió napindítójában mondta el a részleteket.
Meg vagyunk elégedve az idei év eredményeivel. Terveink azt látták elő, hogy 20 km gázvezeték hálózat bővítését kell elvégeznünk, akkor örömmel tudom közölni, hogy melyik nap sikeresen próbaüzemeltetés alá tettük a ludasi gázvezeték hálózatot. Ez mellett maradtak még befejezetlen munkák, mindössze 1 km hosszúságban az idei évből. Ez a Palicsra vonatkozik, egyik a főút melletti részét, vagy a 45-ös új utcát, illetve még Maghetesen egy utcát nem fejeztünk be. Idei év folyamán beérkezett kérelmek száma 410. Nagy az érdeklődés a részletfizetésre is, hiszen a múlt évtől 2022-es programunkban vezettük be, hogy minden érdekelt polgárt rá tudjon csatlakozni 12 havi refizetésre a gázrendszerünkre, és ezt igenis értékelik az emberek. A Hamász által irányított gázai hatóságok szerint egyetlen nap alatt 250 palesztin áldozatot követeltek a harcok az övezetben. A régió rosszul felszerelt kórházai túlterheltek, miközben a sérültek mellett fertőzéssel küzdő betegeket is el kell látniuk. Közben az izraeli hadsereg veszteségei is folyamatosan nőnek, több mint 150 katonájuk halt meg az összecsapásokban. A gázai hatóságok szerint december 24-e éjjele az egyik leghalálosabb éjszaka volt a harcok kezdete óta. A Hamász katonai szárnya vasárnap közölt videót arról, hogy fegyvereseik támadást indítanak az izraeli hadsereg egyik egysége ellen Gáza északi részén. Azt a zsidó állam is megerősítette, hogy a hétvégén 15 katonájukkal végeztek a palesztin csapatok, ezzel veszteségük meghaladta a 150 főt. Ukrán források szerint elsüllyedt, az oroszok szerint csak megrongálódott a Krímfél-sziget éjszakai támadása során egy az orosz Fekete-tengeri flotta kötelékébe tartozó partra szálló hajó. A támadásban egy áldozatról számoltak be az orosz hivatalos közlemények. Szergej Sojgu ezzel egy időben a Donbaszban található Marjinka városának teljes elfoglalását jelentette be, ezt viszont az ukránok cáfolják. Hatalmas robbanás rázta meg kedden a korai órákban a Krímfél-szigeten található Feodosszia kikötőjét. Az ukrán légierő repülőkről indított rakétákkal támadta az ott horgonyzó Novocserkaszk nevű hatalmas partra szálló hajót. Az orosz védelmi minisztérium szerint a 112 méter hosszú, teljes terheléssel 4000 tonnás hajó csupán sérüléseket szenvedett, de az ukránok jelentése szerint kiégett és a sekély kikötőben elsüllyedt. A támadásban egy ember vesztette életét. Orosz hivatalos források szerint több rakétát és drónt, illetve két ukrán repülőgépet is megsemmisítettek az éjszaka. Az ukránok veszteségekről nem számoltak be. A Novocserkaszk 10 harckocsi vagy páncélozott jármű, 340 tengerészgyalogos és 500 tonnányi ellátmány szállítására és gyors bevetésére alkalmas partra szálló hajó volt. Elpusztítása hatalmas bravúr a haditengerészettel nem rendelkező ukránok számára. A 2022. februárjában kitört orosz-ukrán háború előtt az orosz Fekete-tengeri flotta mintegy 40 hajóval rendelkezett, főhadiszállítása Szevasztopol volt. Azóta az ukránok saját beszámolóik szerint 15 különböző osztályú hajót küldtek hullámsírba, beleértve a flotta zászlós hajóját, a Moszkva rakéta cirkálót is. A Fekete-tengeri flotta a veszteségek és a fenyegetettség miatt keletre vezényelte egységeit. Az oroszok sem tétlenkedtek az éjjel. Szergej Sojgu védelmi miniszter szerint elfoglalták Marjinka várost, ezzel jelentősen hátrébb szorítva az ukrán tüzérséget Donyeck várostól, ami lehetővé teszi utóbbi hatékonyabb védelmét. Sojgu szerint az ukrán hadsereg az utóbbi 9 évben igazi erődítménnyé változtatta a Donyecktől mindössze 5 kilométerre délnyugatra található várost, föld alatti járatokat épített ki alatta. Az ukrán hadsereg tagadja az orosz bejelentés. Olekszandr Stupun, ukrán katonai szóvivő úgy fogalmazott, hogy nem helytálló Marjinka elfoglalásáról beszélni, erőik a városban vannak.
Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök szokásos éjjeli videóüzenetében arról beszélt, hogy fájdalmas veszteségeket okoztak az oroszoknak. Nem csak drónokat és rakétákat, hanem több repülőgépet is lelőttek a karácsonyi ünnepek alatt, köztük három Suhoi 34-es vadászbombázót is. A modern nagy csapásmérő erővel rendelkező repülőgép darabonként 50 millió dollárba került. Vendégekkel teli panzió gyulladt ki a dél-romániai Prahova megyében kedden, hatan bennégtek. A tüzet eloltották, de két eltűntet még keresnek a hatóságok, közölte a megyei katasztrófa védelmi felügyelőség. A tűz kedden reggel keletkezett Tohani településen. A két szintes fából készült épületben gyorsan elharapóztak a lángok, a földszinten lakók időben kimenekültek, de az emeleti vendégek egy részét még keresik. A lángokat több órás erőfeszítés árán sikerült megfékezni, de a tűzoltók a helyszínen maradtak és a további lehetséges áldozatok után kutatnak. A mentés nehezítette, hogy a tűz hatására az épület tetőzete beomlott, a lángok mintegy 1000 négyzetméteren pusztítottak. A vendégházban turisták és a tulajdonos ismerősei tartózkodtak. Folyamatos a Magyar Kanizsai Egészségház épületének belső felújítása, valamint számos új eszközt sikerült az intézménynek támogatásból és önerőből beszerezni. Jövőre pedig már a polgárok számára ingyenesen elérhető lesz a D-dimer is, amellyel a trombózis kialakulásának a lehetőségét tudják felmérni a szakemberek. Először dr. Nagy Izabella általános orvos rendelőjét, majd ezt követően a kötözőben, a gyermekorvosi részlegen, a fogtechnikai és a mentőszolgálati részlegben is sor került a falak átfestésére. A munkálatok az elmúlt fél évben valósultak meg fokozatosan önerőből, támogatásból és az önkéntesek jóvoltából. Átlagosan egy orvosi rendelőben naponta 30-40 beteg kerül ellátásra, ugye itt Kanizsán, tehát a központi épületünkben orvosonként ennyi, a falvakban pedig szinte naponta ennyi ember megfordul, amikor rendelés van. Az épületben zajló munkálatok mellett folyamatos az eszközbeszerzés is. A mentőszolgálat hordozható ultrahangos készülékkel gazdagodott, és több új gépjárművet sikerült megvásárolni. Emellett egy felszerelt mentőautót is sikerült beszerezni az egészségügyi intézménynek, és korszerű ultrahang készüléket is sikerült megvásárolni. Ez mellett igyekszünk még eszközt biztosítani a laboratóriumba, ez mégpedig D-dimmer mérőeszköz, ami a trombózis kialakulásának a lehetőségét fogja felmérni, ami eddig csak kórházi ellátásban lehetett elérni. Most majd jövőre a Magyar Kanizsai Egészségházban ez ingyenes szolgáltatás lesz a biztosított pácienseknek. Az egészségházban ebben az évben sikerült megnövelni az általános orvosok számát. Három új szakember érkezett, így a polgárok rendelkezésére már 11 orvos áll, ami lehetővé tette azt is, hogy a község összes településén legalább heti egy alkalommal legyen orvosi ellátás. Még egy kis tavasz a télben. Napos és átlag feletti hőmérsékleti értékekre kell számítani az elkövetkező napokban. Ma 14 fokos csúcsértékeket mértünk, a hét további felében is hasonló hőmérsékleti értékekre van kilátás. 10 és 13 fok között alakulnak majd a maximumok. A szilveszteri napot is igazán kellemes időben tölthetjük. Nappal 10 fok, éjszaka pedig 2-3 fok várható majd. A következő hét napban egészen január 2-ig az Alföldön reggelenként ugyan ködös lesz, napközben azonban száraz lesz az idő. Csapadékra idén már nem kell számítani. Novák Djokovic, a férfi teniszezők világranglista vezetője végzett az élen az Európai Hírügynöksége 2023 legjobb európai sportolóiról rendezett szavazásán. A 36 éves játékos 2011, 2015, 2018 és 2021 után immár 5-5-ször azzal érdemelte ki az elismerést, hogy idén mind a négy Grand Slam tornán döntőt játszott, ráadásul az Australian Openen, a Roland
Garroson és a US Open-en győzött is, azaz csak Wimbledonban maradt alul. A szavazás második és harmadik helyén csere történt az előző évhez képest, ezúttal a Forma 1 holland világbajnoka Max Verstappen végzett másodikként, és a világbajnok svéd rúdugró Armand Duplantis harmadikként. Eddig tartott a híradó, érkeznek még egyszer a nap kiemelt hírei címszavakban. 2028-ra készülhet el a Vajdaság mosolya. Az út összeköti keletet és nyugatot. Karácsony másnapját ünnepeljük. A kereszténység ezen a napon Szent István diakónusról, a kereszténység első vértanújáról emlékezik meg. Továbbra sem ajánlott a Szabadka környéki erdőkbe kirándulni. Fegyvereket és lőszereket rejt az erdő mélye. Folytatódik a tüntetés sorozat Belgrádban. Az ellenzék egy része választási csalást kiált. A szerb elnök szerint a tiltakozóknak nincs joguk a romboláshoz. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Ha még több hírt olvasnának, keressék fel a pannonrtv.com-ot. Minden jót, viszontlátásra!